Erkélyből Páholy, újraindult a Csiky Gergely Színház programja. Virágos somogy, színes tulipánokat szedhettek az érdeklődők szőlősgyökön. Fuss neki, Somogyváron is kipróbálhatják magukat a terepfutók. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. A harmadik hullám sajnos magas szinten tetőzik, és Magyarországon még nem is tetőzött. Erről beszélt Müller Cecília országos tiszti főorvosa, koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Kiemelte, Magyarország az oltási tervet folyamatosan végrehajtja. Eddig 2.900.383 ember kapta meg az első oltást, és több mint 1.200.000 személy már a második adag beadásán is túl van. Nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy a 3 millió eloltottat elérjük. A beoltottak száma fogja megnövelni egyre az esélyünket a pandémia szabadulásából. Egyfajta versenyfutás történik, tulajdonképpen a lakosság átoltottsági mértéke és a vírus terjedési sebessége között. Ezt a csatát, ezt a versenyt kell megnyernünk azzal, hogy minél többeket, minél rövidebb idő alatt immunizáljunk. Európában a helyünk nagyon előkelő, mint említettem, közel 30%-a a lakosságnak megkapta már az első adag oltását, miközben európai átlag ennek éppen a fele. Az 5 vakcina mellé tehát érkezik a 6. is, és a holnapi napon további 248.040 Pfizer vakcinát is várunk. 5077 az új fertőzöttek száma hazánkban. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 725.241 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 291, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 23.708 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő. 10.740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1.249-en vannak lélegeztetőgépen. Újraindult a Csiky Gergely Színház Erkélyből Páholy elnevezésű programja. A művészek Kaposvár különböző tereire viszik el műsoraikat, hogy így kedveskedjenek a közönségnek, amelynek nincsen más dolga, mint kitárni ablakaikat, vagy lemenni az alkalmi kis színpadhoz, és megnézni az előadásokat, természetesen maszkot viselve, és betartva a 1,5 méteres távolságot. Kedves közönségem, önöknek egy esetet, amely az elmúlt napokban Budapesten megesett. Egy férfi állt vádlottként a járásbíróság előtt, mert a villamoson egy idegen dőlt pofonütött. Dalokkal és kabaré jelenetekkel készült műsorában a Csiky Gergely Színház 3 művésze, akik Karinti Frigyes és Zágon István humoreszkjeiből válogattak. A produkció ötlete már korábban megfogalmazódott Sarkadi Kis Jánosban és Kalmár Tamásban. A megvalósításra most adódott lehetőség. Nagyon szeretek velük dolgozni, úgyhogy hát az adott jeleneteket egy picit dagasztottuk a saját ízlésünk szerint. Igyekeztünk azért közel maradni az anyaghoz, de mégis a saját humorunkból kiindulni, és a dalokat pedig igazából arra használtuk, hogy egy picit megteremtsük a hangulatot, vagy esetleg átépüljön a színpad, lekerüljön, felkerüljön egy-egy újabb jelmez. Kész vagyunk. Kész? Gyakorló. Kész. Kész van? Mennyire tartozom? 1000 pengő. Mi? 1000 pengő? Gyakorló úr. Nagyon fájt ez is. Na. És most ide hallgassatok, nyomorultak! Mindent tudok. Tudom, hogy felszarvasztok. Jézusom! A próba folyamat baráti hangulatban telt, mesélte Kalmár Tamás. Janéknál voltunk, ettünk, ittunk, volt, hogy hurkát sütött. Szóval jó volt, hát barátias, hát könnyű, vidám jelenet, tulajdonképpen kitaláltuk, hogy mit tudunk benne egy hülyéskedni, hogy jól érezzük magunkat, akkor várhatóan ettől a közönség is majd jól érzi magát.
és utána ezen a héten mentünk be a színházba, ahol a stáb csatlakozott, és akkor kellék, díszlet, hát ami úgy kellett, pár dolog, azt összeszedtük, és akkor mi neki segített. De ilyen barátias, jó volt. A koronavírus járvány első hulláma idején indította el Erkélyből Páholy programját a Csiky Gergely Színház, hogy a bezártság idején házhoz vigyék a kultúrát a művészek. Idén tavasszal is útra kelnek a színészek, hogy Kaposvár különböző terein szórakoztassák a közönséget. Nekünk is, illetve a nézőknek is egy kis hiánypótló szérum, ha szabad ilyen elvont képpel fogalmaznom. Tehát mi örülünk, hogy egy kicsit azért most már találkozhatunk a nézőkkel, még ha egy kicsit ugye most távolabb is vagyunk, mint mondjuk a rendes hagyományos nézőtéren. A kaposvári Búzavirág utcai lakótömbnél már várták a helyiek a műsort. Nagyon tetszett, egészen gimnazista korom óta színházba járó ember vagyok, és ez most nagyon jól esett. Nagyon sokat betegeskedtem, túléltem 74 évesen a Covidot, és ez egyszerűen nagyon jó volt. Nagyon jó. A feeling az egész meg, hogy embereket lát az ember. Nem kell 5 kilométer elmenni a másik mellett. Nekem nagyon tetszett, és máskor is jöhetnek. A lakók örömmel fogadták a Csiky Gergely Színház alkalmi előadását, mint mesélték, nem csak a művészeknek, hanem a nézőknek is hiányzik a teátrum. Mivel én is színház szerető vagyok, és mi is szoktunk járni ugye bérlettel, és nagyon hiányzik, ezért mindenképpen lejöttünk meg. Hát nincs is messze, itt lakunk a lakótelepen, úgyhogy mindenképpen megnéztük volna egy-két kedvenc színész is, úgyhogy nagyon jó volt. Az előadások időpontjáról és helyszínéről a Csiky Gergely Színház honlapján és közösségi oldalán tájékoztatja a közönséget. Egyben arra kérik a nézőket, hogy amennyiben velük tartanak, akkor viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot, valamint tartsák be a másfél méteres távolságot. Az egyik turisztikai tanácsadó cég felmérésében olyanokat kérdeztek meg, akik az elmúlt 2 évben részt vettek legalább egy alkalommal több napos belföldi vagy külföldi utazáson. A válaszadók 71,7%-a tervez utazni idén is a koronavírus járvány visszaszorulása esetén. Közülük mintegy 40,2%-a a felmérésben résztvevőknek belföldön nyaralna. A legtöbben a Balatont választanák célként. A válaszadók között azonban sokan voltak, akik nem utaztak, és ezt a jövőben sem tervezik a járvány miatt. 48 milliárd forinttal támogatja a kistelepüléseken található boltok fejlesztését, illetve megnyitását a kormány. Boltonként akár 60-70 millió forintból korszerűsíthetik a kisvállalkozások az épületeket és az eszközparkot, emellett 5 évre működési célú támogatást is igényelhetnek, közölte Gyopáros Alpár kormánybiztos a program felelőse. A támogatási kérelmeket június 11-ig várják a Bethlen Gábor alapkezelő oldalán. Piros, sárga és fehér tulipán is várta az érdeklődőket a hétvégén Szőlősgyörökön. A helyi kertészetbe ellátogatók maguk szedhették a szebbnél szebb virágokat. A járványügyi szabályok betartása itt is kötelező volt, a jó idő ellenére kötelező volt a maszk viselése és a kézfertőtlenítő használata is. Köszönöm szépen! Harmadik éve látogatnak rendszeresen Szőlősgyörökre a tulipánok szerelmesei. A hétvégén is kihasználva a jó időt, sokan érkeztek a településre, hogy egy csokor színes tavaszi virágot szedjenek. Bár az eddig tapasztalt hidegebb, száraz idő még nem nagyon kedvezett a növények virágzásának, bizonyos fajták az enyhébb idő beköszöntével már is virágba borultak. A kehelyformáknak számtalan változata van. A tipikus tulipános kehelyforma az, amelyikre azt mondjuk, hogy rajzolt tulipán, az a nagyon keskeny, kifelé hajló tulipán. Onnantól kezdve az egész duci, ilyen viszkis pohárforma a tulipánig mindenféle van. Olyan 6-7 féle tulipánt lehet megkülönböztetni virágforma tekintetében. Érdekes, hogy volt olyan virágunk tavaly, idén is van ilyen, amelyik egy szárról több virágot hoz. Tehát már azt lehet mondani, hogy virágzata van. Nagyon érdekes, mert általában a tulipán egy virágú, tehát egy szár, egy virág, itt viszont több nőtt rajta. Rengetegféle forma van színben, több mint 200 féle színű és formájú tulipán létezik. Nagyon érdekes, azt reméljük, hogy egy 3-5 éven belül mind a 200 féle látható lesz itt egy ilyen tenyészkerthez hasonlóan, vagy egy ilyen tulipán arborétumhoz hasonlóan.
Huszti Gábor a megyei közgyűlés alelnöke és családja már a kezdetektől mindenében látogatást tesz a Györöki tulipánkertben. A politikus szerint a tavasz beköszöntével egyre többen vágynak ki a szabadba, a természetbe, ugyanakkor mindenkit óvatosságra int, hiszen, mint mondja, a járvány még mindig sokakat veszélyeztet. Én azt gondolom, hogy ha korrektül odafigyelnek, hogy tartsák be a szabályokat és azokat az egyszerű, de mégis különleges szabályokat be tudjuk tartani, akkor egy kellemes kikapcsolódásban tudunk együtt lenni, és bízom abban, hogy a pandémiás időszak csúcspontjától most már lefele haladunk, és egyre inkább Somogy természeti értékét és a közösség értékét is megtalálják, és egyre inkább a találkozásra gondolnak, de természetesen még azért oda kell figyelni, hiszen a vírus még itt van, és nagyon súlyos problémákat okoz, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy óvatosan, körültekintően járjon, a szabályokat tartsa be, és ha lehetősége van, az oltáshoz regisztráljon, és nyilván a testi adottság az mérten, és az orvosok felügyeletével adassa be magának a oltóanyagot is. A szőlősgyöröki tulipánkert egyelőre csak hétvégén várja a látogatókat a járványügyi szabályok betartásával. A maszk és a kézfertőtlenítés is kötelező. A tervek szerint egy fejlesztésnek köszönhetően néhány éven belül egy csaknem 26 hektárnyi területen sétálhatnak majd a virágok és a természet szerelmesei. A Magyar Közút Nonprofit ZRT évente egy kisebb megyeszékhely kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű, illegálisan kidobott szemetet gyűjt össze az országos közutak mentén. Az átlagosan évi 10 000 tonnányi szabálytalanul kihelyezett hulladék felszámolása mellett a társaság számos kampányszerű országos programban vett és vesz részt. Időszakosan így is több helyen újra termelődnek az illegális szemétlerakatok. Ezek eltüntetésére fókuszál 94 mérnökségen keresztül az országos közútkezelő ezen a héten. A biztonságos munkavégzés érdekében több helyen is kisebb-nagyobb korlátozásra kell számítani, ezért óvatosságra és türelemre kérik az autósokat megyeszerte. Új helyszínnel jelentkezik a Fussneki csapata, ezúttal Somogyváron, a Kastélyparkban hódolhatnak szenvedélyüknek a terepfutók. A nevezéseket már megnyitották, a jelentkezők száma azonban korlátozott. A júniusi rendezvényre már több mint 100-an regisztráltak. Pályakezdő terepfutókat is várnak június 20-án az első Kastélypark trailre, ahol festői környezetben a somogyvári Széchenyi kastély és arborétum mellett lehet a távokat teljesíteni. A regisztrációt a hétvégén nyitották meg a szervezők. A verseny limitált, hiszen az első 300 jelentkező tud csak részt venni a megmérettetésen. Az egyharmadom már be is telt a helyeknek, a jelenlegi körülmények ellenére is az emberek velünk együtt bíznak abban, hogy a nyári időszakban már talán szabad lesz sportrendezvényen részt venni, főleg szabad levegőn, szabad téren, és szépen jönnek a nevezések. A Kishegyhez hasonlóan itt is 3,5, 7 és 10,5 kilométeres távokon lehet indulni. Bár a téli és tavaszi versenyek elmaradtak, a futók bizakodók, hogy hamarosan újra hódolhatnak majd szenvedélyüknek. A futók részéről is nagy a bizakodás, nagyon várják azt, hogy újra ténylegesen versenyen állhassanak rajthoz. Virtuális futásokat csinálunk, szervezünk mi is, sőt instant futásokat is, ahol egy meghatározott pályát teljesítenek csak éppen önmaguk. Ismertek az útvonalaink, hogy melyik versenyünk merre szokott haladni, de hát azért ez messze nem ugyanolyan, mint a verseny. Annak a hangulata, vagy az egész, ahogy rákészülünk, és ők is megérkeznek és részt vesznek rajta. Nagyon-nagyon bízunk benne, hogy a nyári időszakban legalább olyan feltételekkel, mint tavaly nyáron lehetőségünk lesz megrendezni ezeket a rendezvényeket. A tervek szerint a somogyvári verseny mellett a már hagyományos balatonlellei futóesemények is elindulnak majd, így a többi között a Beach Run, a Kishegy Trail vagy a szilveszteri futás is. Erkélyből Páholy, újraindult a Csiky Gergely Színház programja. Virágos Somogy, színes tulipánokat szedhettek az érdeklődők szőlősgyörökön. Fussneki, Somogyváron is kipróbálhatják magukat a terepfutók. Friss videós tartalmakért ne felejtsenek el kattintani a Somogy Televízió Facebook oldalára vagy YouTube csatornájára.
Holnap csapadékos időre kell számítani, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Ma esti Aktuális című műsorunkban a megye ingatlan piacának alakulásáról láthatnak egy beszélgetést. Híradóval legközelebb holnap este jövünk, tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!